A házi orvosi rendelő a jelenlegi épületben 1975 óta működik, azonban a hosszú évtizedek alatt a létesítmény nem felelt meg a mai kor követelményeinek. Ezért döntött úgy Gesztely község önkormányzata, hogy pályázatot nyújt be az egészségügyi intézmény felújítására. A községben egy körzetben 3000 az ellátottak száma, akik modern épületben vehetik igénybe az egészségügyi ellátást. A pályázatból nem csak az épület újul meg, hanem orvosi eszközök, gépek és műszerek is beszerzésre kerültek. Az energetikai korszerűsítés során nyílászárókat cseréltek, a külső homlokzat szigetelése is megtörtént, mellyel várhatóan 40%-kal csökken az intézmény rezsije. Több éve napirenden van már az orvosi rendelő felújításának a kérdése. Eddig lehetőségünk nem volt arra, hogy pályázunk. A tavalyi esztendőben nyílt meg az a pályázati lehetőség, amelyre mi is bepályáztunk. Ennek köszönhetően 40 millió forintot nyert önkormányzatunk, amelyből sikerült az épületet teljes egészében felújítani, korszerűsíteni, átalakítani, bővíteni. Melyek azok a munkálatok, amik itt elvégzésre kerültek? Egy közel 35 négyzetméteres bővítésre került sor, azon kívül a homlokzati falak 10 cm hőszigetelést kaptak, erre nemes vakolat került. A homlokzati nyílászáró cserés megtörtént, mert az épület tehát nem annyira korszerűtlen volt már, hogy tehát erre is szükség volt. Ezen kívül a tetőről lekerült a balafedés, ezt cserépáltotta föl. A szükséges, rossz minőségű faanyagot a tető szerkezetről kicserélték. Azon kívül a belső átalakítási munkálatok során az idáig egy légtérben történt az orvosi rendelés, az adminisztrációval és a betegellátással. Ezt megoldottuk úgy, hogy külön választottuk, tehát most már a házi orvos elkülönülten vizsgálhatja a beteget, és természetesen a leválasztott részben pedig zajlik az adminisztrációs munka és a betegellátás. Ezen kívül a bővítményben kapott helyet egy orvosi pihenőszoba, valamint az egészségügyi eszközök ellátását szolgáló raktár helyiség. Egészségügyi, illetve orvosi eszközök kerültek a beszerzésre ebből a pénzből? Pályázat lehetőséget nyújtott arra, hogy eszközbeszerzést is végrehajthassunk ebből a pénzből. Ennek köszönhetően terápiás és diagnosztikai eszközök beszerzése történt, valamint az informatikai rendszer korszerűsítése és bővítését is végre tudtuk hajtani. Mit jelent ez a betegeknek, hogy egy ilyen korszerű épületben várhatják az orvost? Tehát mivel az épület 1970-es években épült, tehát időszerű volt felújítása, korszerűsítése, a betegek ezáltal egy biztonságosabb, korszerűbb és nem utolsó sorban energiatakarékosabb intézményben láthatja el a házi orvos. A gondozási központ és az orvosi rendelő felújítása után a helyi önkormányzat a jövőben a közösségi ház és a ravatalozó korszerűsítését is tervezi. A képviselőtestület további tervei között szerepel még egy nagyobb beruházás, egy új polgármesteri hivatal építése is, hiszen a jelenlegi épület már nem felel meg a 21. századi követelményeknek. Új harangot település részen is tervben az óvoda épületének korszerűsítése és energetikai korszerűsítése, valamint az utak pormentesítése is.